Illene már mindent tudni. Mindenkit ismerni. Figyelni a jó modorra, elvárások szerint élni. A koldusnak mindig adni. Megismerni az útszéli kurvákat. A részegeseket meghívni egy felesre, és megszeretni a politikust. Mosolyogva vasaltingben járni, sohasem másnapos hunyorral. Csak jót írni. Meg szépet. És igazat. Illene már illeni ide. Lőrinc P. Gabriella. Vele találkozom ma. Miközben készültem a veled való találkozásra, eszembe jutott, hogy mi valamikor a 2000-es évek elején találkoztunk egy esküvőn, ahol te elmesélted nekem, hogy te írsz, és én ezt figyelmen kívül hagytam. Aztán most, ahogy olvastam a verseidet, beleborzongtam, és arra gondoltam, hogy ez engem eddig miért nem érdekelt. Hány évesen kezdtél írni először? Hát legelső alkalommal még 12 éves voltam, amikor elkezdtem írni. Egy nagyon érdekes sztori volt, mert rögtön meg is jelent az a vers, amit írni kezdtem. De nem azzal a szándékkal kezdtem írni, hogy most én belevágok valamibe olyan gyerekfejjel, hanem volt egy iskolai feladat magyar nyelvórán. Azt tanultuk, hogy hogyan kell interjút készíteni. Egy nagyon kreatív feladat volt, ami abban az időben azért ritkaságnak számított. És én kitaláltam egy olyat, hogy magammal, mint egy híres költővel készítek egy interjút. És annyira jól sikerült, hogy bevittem órára, és tanárnő kérdezte, hogy és akkor ezt a benne lévő kis négy sort, ezt honnét szedted? Azt mondtam, hogy én írtam. És akkor ilyen le volt fagyva, hogy és tudsz még ilyet? Hát persze, hát ilyen kis ragrémes. Hát és akkor írtam neki, még be akartam bizonyítani, hogy tényleg nem kimásoltam valahol, itt egy ilyen kis őszi versecske volt, ilyen szeptember iskola kezdés elején. És akkor mondta, hogy hát ez jó, hát ezt csináld, és akkor ő megmutatja ezt valakinek. És tényleg megmutatta, és egy hét múlva akkor még Beregszászon működött egy olyan heti lap volt, azt hiszem, hogy Szivárvány volt a címe. Én emlékszem. És az volt az első közlésem 12 éves koromban. Akkor a 2008-al tévedtem. Nem, hát igazándiból, ami már olyan vers volt, ami úgymond vállalható, és tényleg már odafigyeltem, meg a folyóiratban való megjelenés, az tényleg 2008-ban történt, úgyhogy jó sok idő telt el, de azután már nem hagytam abba az írást. Írtál, de közben művésziákban még nagyon sok helyre kacsingattál. Sober Ottónál játszottál. Igen. Mit csináltál még, néptáncoltál? Táncoltam is, énekeltem is, amikor már úgy próbáltam kifelé bontakozni, meg láttam azt, hogy én nem akarok gyári munkás lenni. Nagyon szép, meg jó dolog, hogy vannak kétkezi munkás emberek, imádom őket. Nem működne nélkülük az életünk, de én tudtam, hogy nem akarok ilyet csinálni. Hanem így ki akartam próbálni magam, hogy akkor mégis merre. És nagy szerencsém volt, mert nagymamám nyitott volt erre, és mondta, hogy igen, kislányom, fog menni, bármihez fogtam hozzá, tehát teljesen kétbalkezes vagyok, és akkor egyszer eldöntöttem, akarok tudni kötni. És mama azt mondta, hogy fogsz tudni. És tényleg megtanított ilyen dolgokra, és így volt ez az összes művészeti ága is, amihez hozzáfogtam. És akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy IFI stúdió nyílik Oti bácsiéknál, a Művházba. Elmentem, meghallgat, és mondták, hogy ez nagyon jó. És ugye akkor már annyira bennem volt a szeretete a népzenének, az éneklésnek, a népdaléneklésnek, a versmondásnak, hogy gyakorlatilag nekem az volt a legcsodálatosabb időszak a gyerekkoromban, hogy egy ilyen színpadon vagyok, és ott az emberekkel kommunikálok, és az engem annyira feltöltött, de persze akkor is közben folyamatosan írtam. Tehát az írás volt az egyetlen olyan dolog, amit soha nem hagytam, abba bármi másba fogtam bele. Ha egy írónak olvassuk az alkotásait, akkor óhatatlanul arra gondolunk, hogy vajon mennyit merített a saját életéből. Hát én gyakorlatilag mindent, mert nekem nagyon fontos az, hogy őszinte legyek,
nem egyfajta önkifejeződés, meg öngyógyítás részemről, mert annál sokkal tudatosabb, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom abban is, amit olvasok, és abban is, amit leírok, vagy amit elmondok az embereknek, hogy az mindig 100%-os őszintességgel történjen, mert ha nem őszinte, akkor ki fog lógni a szög a zsákból, és akkor az rajta érhető, úgyhogy nálam az van, hogy ha fikció is van mondjuk egy prózában, de azért teszek bele annyi igazságot, hogy legyen hozzá egy jó sztorim, ha mesélni kell róla. Érzékeny ember vagy? Én végtelenül azt gondolom, hogy igen. Az érzékenységet szerintem felvállalni az egy nagyon nagy dolog, főként az irodalomban. Hát igen, igen. Hát talán nem csak az irodalomban, talán a hétköznapi életben is, és az is lehet, hogy pont azért vannak ezek a mostani gyakran emlegetett divatos elidegenedések, mert az emberek félnek megmutatni azt, hogy érzékenyek, mert onnantól kezdve megmutatják, akkor sérülékenyek is. Minden nőnek vannak álmai és rémálmai, és várandós anyaként te és mindenki tippelgetjük, hogy a gyerekünk milyen lesz, milyen tulajdonságokat fog örökölni, és milyeneket, ja Istenem, ne örököljön, de főként, hogy egészséges legyen. Ez így van. Az egy rémálom volt neked, mikor kiderült, hogy valami baj van? Nagyon érdekes, amit kérdezel. Már egy ideje mindig eszembe jut, hogy amikor állapotos voltam az idősebb gyerekemmel, akkor pont az volt az árvízes időszak Kárpátalján, és nagyon gyakori volt az, hogy bekopogtak hozzád kéregetni, és segít kérni, vagy segítséget kérni, akár szappant, bármit. Tehát olyan emberek, akiknek elvitte az ára a házukat, a vagyonukat, bármiüket, és velem is történt, és épp szülés előtt, és hogy arra gondoltam, jött egy ilyen hölgy, mondta, hogy mi történt az életével. Nekem akkor már így álltak az összekészített gyerekholmik, készültem a szülésre, és úgy mindenből be voltam már rendezkedve, és neki is volt kisgyereke ráadásul ennek a hölgynek, és arra gondoltam, hogy nekem sincs sok, de ennek az embernek már semmilyen nincs. És akkor én egy nagyon szerény kis ajándékot összecsomagoltam neki, odaadtam, és csak annyit kértem, Isten, csak egészséges legyen a gyerekem, semmit nem kérek cserébe, csak ezt az egyet. És ez a sokkal rosszabb, mint a rémálom lehet. Nem is igazán vannak arra szavak, mert akkor, amikor már belekerül a helyzetbe az ember, hogy baj van, akkor más, de amikor készül rá, hogy megtörténhet a baj, akkor még nem is tudjuk igazából, hogy milyen lehet a baj. Nem lehet józanul kezelni, vagy hisztérikussá válni, vagy te hogy élted meg ezt a pillanatot? Hát az történt, hogy amikor megszületett a fiam, akkor először azt mondták, hogy egészséges, megmutatták sem minden egyéb, de a bába asszony az mondta, hogy valami nincs rendben, nagyon gyengécske, de nem mondott semmi konkrétat, és akkor utána, amikor közölték velem, hogy ez a gyerek nem fog életben maradni, és nem is szállítható, hogy nem tudjuk átvinni a munkácsi újszülött osztály kórházába, akkor mondták, hogy itt nem marad meg, és akkor örjöngtem, összeszakadtam, dühös voltam, az összes érzés, azt hiszem, ami az emberben lehet, az mind egyszerre volt bennem. Ugyanakkor pedig ott volt a gyönyörű gyermekem, akihez hozzá sem érhetek, mert berakták egy inkubátorba, hogy melegen tartsák. Tehát úgy az volt, hogy láttam, hogy itt tényleg lemondtak róla, és ott hiába fogok üvöltözni, hiába verek szét bármit, hiába lesz pénzem rá, egyszerűen nincs kiút, és akkor ugye a nagy összetörésbe a mi értek között, mint ahogy az egész életem mi értjei között, úgy azért ott volt az Isten, hogy csak nem hagy így, csak nem veszi el tőlem, mert hogy nem ez van a pakliba, hát ez nem lehet, hogy ez legyen, de ha mégis, de nincs is mégis. Tehát ez a teljes tanástalanság volt, és azt hiszem, hogy az összes többi nehézség, ami aztán jött majd, talán ez a kezdeti nehézség volt egy akkora törés az életemben, ami ahogy a későbbiekben nagyon meghatározta azt, hogy emberként, nőként én milyen irányba fogok, anyaként milyen irányba fogok majd fejlődni. A mindennapi harcok között az egyik volt, amikor egy éves korában közölték velem, addig csak az a
hogy fennáll a veszélye, az volt a diagnózis, fennáll a veszélye annak, hogy ő gyermekbénulása lesz, idegrendszeri gyermekbénulás, és egy éves korában azt mondták, hogy biztos, de az is lehet, hogy nem fog beszélni tudni, nem fog egyedül enni tudni, nem fog megtanulni semmit, és gyakorlatilag fogom húzni néhány évig, és aztán úgy is meghal, ne fűzzek nagy reményeket, és egy szempontból iszonyatos sok volt, más szempontból meg nagyon hálás voltam, hogy őszinték voltak velem, és nem valami szép rózsaszín álmot festettek elém. És rájutottunk odáig, hogy iskola, addigra már nagyon megtanultunk egymással élni, és közben született még egy kisfiam, és addigra már olyan biztonságos lett az életünk, ráadásul ettől az állapottól lett biztonságos, mert akkor, ha már megtudtuk azt, hogy mi egymás nélkül nem tudunk létezni. És pont annyira szükségem volt nekem pont erre a gyerekre, pont ebben az állapotban, ahhoz, hogy ő neveljen engem, mint embert, mint amennyire szüksége volt neki, ahhoz, hogy ölbe vegyem, és nem tudom, 9 éves koráig a karomba hordjam, ameddig meg nem tanult járni. Nagy kritikusa vagy? Kicsit. Kicsit olyan, mert elnézést, horrorisztikus az írásai vannak. Van egy kicsi horrorisztikus. Nem mindig rózsaszín a világ, hanem mindenféle van. El kell fogadnunk a valóságot. Sőt, én szeretem a temetőt, megmondom őszintén. Hát ott már nem nézik azt, hogy az ember vagy mozgássérült, vagy egészséges, ek már csak úgy vannak. Jaha. Mindenki egyforma. Hát igen. Ekkor már csak ott vannak már a Mennyországban. Tehát nyugodtan, tehát békés, csendes, tehát elgondolkodható. Ismerőseim hívták fel a figyelmet nemrégiben egy érdekes beszámolóra, melyben költőnőként emlegettek. Nem is igazán jutott eszembe ezzel foglalkozni addig, amíg néhány hozzám közel álló személy véleményt nem formált a kifejezésről. Persze, réginóta már a szerző nemét kiemelni, ha az adott írás nem nyeri el a tetszésünket. S úgy hiszem, minden irodalom kedvelő társaságban megesik, hogy a költőnő kifejezés egyfajta leminősítést jelez. De vajon minden esetben erről lenne szó? Nem hinném. A te verseidben központi szerepet játszik az anya, a nő, természetesen, mert nő vagy. Mégis azt érzem, hogy neked nagyon fontos a nőiség. Igen, igen, határozottan nagyon szeretek nőnek lenni. Az egyik legjobb dolog. Hát nem lehetnék anya. Például. Soha nem szerettél volna férfi lenni? Nem. Egy pillanatban sem? Egy pillanatig sem, viszont nagyon szerettem volna fiúgyereket. Tehát az meg egy külön kérésem volt az Istentől, ilyen külön bejáratú, hogy ne legyen lányom. Mert lányt meg nem szerettem volna, mert hogy én nem érzem ezt a cofba rakom a haját, se szép ruha, mit tudod, én nem voltam erre alkalmas, legalábbis úgy éreztem. Nagyon szeretem a gyerekeket, a mások lányait, úgymond, nagyon szeretek velük dolgozni, látni nővé cseperedni őket, egy hatalmas élmény, de igazából én mindig fiút akartam, fiút is kaptam, és aznak, hogy férfi legyek, az valószínűleg emiatt nem jött soha elő bennem, hogy én sem szeretnék mást. Mert hogy én minden egyes pillanatát kielvezem a nőiségnek. A törékenységemet, azt is, hogyha egy ajtót tolni kell, én húzni fogom. Azt, hogy nem tudom, hogy melyik kezem a jobb és melyik a bal. Tehát én ezeken nagyon jókat tudok szórakozni. Kacagsz a szőkenőlicekkel. Az összesen, sőt, el is sütöm őket, és hogy néha szólok, ha valami olyasmi, valamit nem értünk, mondom, hogy ez gyári, ez nem mesterséges, vegyetek komolyan. Az édesanyád, de a jó viszonyod volt? Az egy nagyon-nagyon balkáni volt, úgymond a viszonyunk, mert hogy ő nem igazán tudott velem azonosulni, mert ugye egy 50-es években született, és amire ő már felnőtt és anyává vált,
az ő életükben az úgy működött, hogy legyen munkahelyed, legyen kaja az asztalon, legyen ruha, és hogy nagyjából ennyi, menjünk be a gyárba, dolgozzuk le az órát, és akkor izé. És nekem ez kevés volt. És nekem azért nem sikerült anyámmal azt az idilli kapcsolatot kialakítani, mert hogy ő nem értett engem, hogy nekem miért nem jó az, ami a másik két testvéremnek jó volt, és miért akarok én teljesen más, de miért kell nekem színházba járnom? Mit akarok én a népdallal? Hát jó, énekeljek, de miért akarom én ezt színpadon csinálni? Jó, nagyon szép, amikor verset mondok, de hát ez ebből nem lehet megélni. És akkor ugye én meg nem értettem, hogy neki meg miért nem jó. Hát örülni kéne, hogy ilyen fantasztikus és tehetséges gyereke van. Mindig így elmentünk egymás mellett, és nagyon sok nehézséget okozott az, hogy nem beszéltük egymás nyelvét valamiért. Persze aztán már büszke volt, s vittem, mutogattam, amikor meg tudtam mutatni az újságot, vagy akármi, de lezárt kapuk voltunk mi egymás felé, az az igazság, hogyha őszinte akar lenni az ember, akkor nem jött össze. Az anyákat meg kell enni. Én 3 évig ettem őt, aztán elfogyott. Megtanultam úgy felfalni, hogy ne okozzak bánatot. Nekem nem fájt, ő nem sírt. Én évekig, míg rágtam őt, azt hittem, hogy attól él. Abba hagyni nem is mertem, élete nyár, halála tél. Most gyermekem, ki húsom rágja, retteg anyja romlandó részein, könnyes kis szemével néz a mára, holnap koporsót farag, súlyos rönköt tartva aprócska térdein. Isten, koporsó, temető verseidben nagyon gyakran megtalálható. Mikor kezdődött az Istenbe való hited? Nagyon korán. 10 éves, ez szinte akkoriban, amikor írni is elkezdtem a magam módján. Elkeveredtem egy ifjúsági tábor, egy református ifjúsági táborba, ahol úgy találkoztam az Istennel, ahogy addig soha. Egy kegyelmes Istennel, egy megbocsátó Isten, egy gondoskodó Istennel, és akkor én arra gondoltam, hogy igen, eddig nekem az Isten az ilyen valami nagyon távoli dolog volt, itt meg itt teljesen közel hozták hozzám, és hogy kell ez nekem, vagy nem, és én úgy döntöttem, hogy kell. És az volt a furcsa, hogy én akkor annyira gyerek voltam, hogy én nem is gondoltam, hogy nekem ez az egész életemre milyen hatással lesz, mert nem is tudja akkor még felfogni az ember, csak az, hogy van egyfajta szeretet, ami minden fölött van, és onnantól kezdve mindenben, a későbbiekben, amikor hiányosságaim voltak, gyakorlatilag minden ürességet be tudott ez az Isten szeretet tölteni. Sokszor voltak hiányosságaid? Sokszor elbizonytalanodtál? Rengetegszer. Ahányszor össze lehet törni, én annyiszor törtem össze, és annyiszor kerültem padlóra, és tényleg végtelenül megszenvedtem az eddigi életemnek a nehézségeit, és itt nem csak az anyaságban történő dolgokat, a szerelmeket, a bármit, hanem én tényleg az a fajta ember vagyok, van egy ismerősöm, aki szokta mondani, hogy ha nincs előtted szikla, akkor elmész, levágsz egy sziklát, oda teszed magad elé, hogy legyen, min átmenned. És valahol tényleg szoktam ilyeneket csinálni, de nem tudom miért. Ez azt jelenti, hogy ha nincs baj, akkor csinálunk. Igen, vagy keresek valami olyat, ahol van egy baj, és én meg akarom oldani. Az irodalom az egy kicsit menekülés volt neked? Nem. Nem, érdekes, hogy soha nem volt menekülés. Nekem szerelem volt, meg otthon volt. Tehát ugye én abban éreztem azt, hogy ez jó. Akkor ebben benne van az, amit szerettem a színházban, abban benne van az, amit szeretek a zenében, amit szeretek a festészetben, és akkor ez egy olyan dolog, ami nekem tényleg egy ilyen nagyon, az otthon az, ami kifejezi nekem az írást. Hogyan működik egy író? Akarsz írni, jön az ihlet, írsz, vagy leülsz néha, és nem tudsz miről írni, és nincs ihlet. Hát ez nagyon vegyes dolog, mert attól is függ, hogy mit írok. Mert ha verset írok, ugye alapjáraton legtöbbször verset írok, vagy most már lehet, hogy nem legtöbbször,
De a vers az, ami igazán közel áll hozzám, és a vers az, amiben én úgy érzem, hogy egész vagyok. Verset bármikor írok. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy most akarok írni verset, ez jön. Jön az ész, nem, ő csinál így velem. Én bármit csinálhatok, ha ő nem akarja, akkor nem. Buszmegállóba, szakadó esőbe, papír és toll nélkül, szemceruzával a cigis papír kibontott részére. De tényleg a legmeredekebb helyzetekben, éjszaka közepén, amikor ott zakatol egy gondolat, és ameddig azt le nem írod, addig nem alszol. Igen, talán azt lehet gondolni, hogy nagyon könnyű dolga van a költőnek, mert akkor fogja magát, ír egy verset, csak csengen össze a vége, és akkor az jó. Messze nem erről van szó, ezt lehet csinálni laikusként, műkedvelőként, de ahhoz, hogy folyóiratokban megjelenjen egy vers, vagy a szakma elfogadja, ahhoz rengeteg mindennek meg kell felelnie, és nagyon sokat kell tanulni hozzá. Tehát a verset annak is van egyfajta mechanikája, úgy, mint bármelyik szakmát, ezt is meg kell tanulni. Te tanítod ezt. Ez nagyon furcsa. Budapesten tanítasz, írsz, vannak még terveid, hogyan osztod be az időd? Imádom a logisztikát, mindenben. Én nagyon szeretek, mit tudom én, ha a hűtőben valaki nem tud valamit betenni, én biztos, hogy bele fogom tudni tenni. Nekem az egész életem egy ilyen hűtő, ami egy kicsike 24 órára van osztva, és akkor azt én minél többet igyekszem beletenni. Végtelenül szeretek együtt dolgozni fiatalokkal és emberekkel, nagyon szeretek beszélgetni, és nagyon szeretem az irodalmat is megosztani. És az Előretolt Helyőrség Író Akadémia most már a negyedik év, amikor elkezdünk egy új tanévet. Itt kaptam egy olyan lehetőséget, ahol azzal foglalkozhatom, amivel itt Kárpátalján is foglalkoztam, hogy keresem a fiatalokat, jönnek, jelentkeznek, és megpróbálom nekik átadni ezt a verstani mechanikát, vagy ezt a szakmaiságot, amit az ember ugye élete során egyfolytában tanul. Nem gondolom azt, hogy én mindent tudok, vagy valaki mindent tud. Én azt gondolom, hogy mindenki valahol tart, és akkor ezt az útközbeni dolgokat, ezt osszuk meg, és akkor ki tudjuk szélesíteni a kört, és én nagyon örülök annak, hogy ha valaki érdeklődésre fordul, és tényleg nem csak műkedvelőként akar menni az irodalomban, vagy nem csak a saját feje után menni, hanem részese lehetek az ő fejlődésének, ha csak annyival is, hogy nem tudom, megtanulja azt, hogy ne írjuk tele ragrimmel a verset, mert az elég elavult dolog. Nagyon nagy lehetőségeket biztosít most az anyaország a határon túli fiatal szerzőknek, és nagyon szeretem azt, hogy ennek része lehetek. Nemrégében úgy döntöttél, hogy Magyarországra költözöl. Ez egy nehéz döntés volt? Ez egyik legnehezebb döntés volt. Én alapvetően arra lettem nevelve, hogy ahová az Isten oda tett minket, annak oka van. És emiatt volt nehéz döntés, és igazából magammal való viaskodás. Már ugye ezer szállal kötődöm, nem csak a tanítás, hanem egyéb dolgok miatt, mert tanításon kívül is még nagyon sok mindent csinálok, nagyon sok helyre írok magyarországi lapokba. Már többet voltam a határon a 9 órás sorok között, és az M3-as autópályán, mint amennyit itthon. És az volt az egyik olyan dolog, amikor mondtam, hogy hát így nem lehet élni, de ezt csináltam 4 évig. Ezt a nagyon intenzív, nagyon utazásos, egész Kárpát-medencét lefedő irodalomórázást. És hát aztán ugye az ukrajnai helyzetek ezt tetézték, és gyakorlatilag már az anyagi része is nehezebb Kárpátalján, mint Magyarországon, ami mindenkinek hihetetlen, mert hogy nemrég még nagyon olcsó volt itt az élet, és akkor még inkább tetéződött az, hogy a fiamnak olyan fajta segítség kellene az idősebb fiamnak, amit itt nem nagyon tudok megtalálni. Tehát kezdődnek itt a dolgok a rehabilitáció folyamatában, de még messze nem ott tartanak, mint amire nekünk szükség volna rá. Tehát szakember hiány van, és nagyon kevés a magyar ajkú munkás, akivel én a
a fiamat valahová tudnám helyezni. Tehát ott most ott áll az a gyermek, leérettségizett, és pont. És választhatja azt, hogy vagy ül a négy fal között, vagy ül a négy fal között. Tehát ez volt az egyik döntési, és az egyik olyan dolog, ami miatt döntésre jutottam, a másik pedig az volt, hogy a kisebbik fiam is befejezte az általános iskolát, és innentől kezdve az ő életébe is megérkezik az, hogy a hat kiegészítő parancsnokság majd elviszi vizsgálatra, egészségesnek találja, és aztán feleskedi például katonának, mert ez van, mert ez a törvény. És mert a törvény alól kibújni nem akarok, megszegni nem akarom, tehát ez volt az utolsó csöpp a pohárban, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor boldogulunk kint, és megoldjunk valahogy, és megtörtént. Hogyha visszatudnál repülni az életedben, akkor van olyan dolog, amin változtatnál? Nincs. De igazából az történt, hogy egy csomó nehézség, egy csomó rossz dolog történt az életemben, meg egy csomó hibát követtem el, mint mindannyian, de ezek a hibákat, tehát azt mondják, hogy azt írja a Biblia is, hogy akit az Isten szeret, annak álmába is ad eleget, és hogy mindennek van rendelt ideje, és megint csak az Isten hitem az, ami miatt nem akarok semmin változtatni, mert tényleg azért nekem igazándiból nagyon jó dolgom van. Mert hogy olyan dolgok történnek az életem, amikre mindig vágytam, és amikor rossz dolgok történnek, akkor lehet, hogy eltelek, mint olyan 3-4 év, vagy lehet, hogy eltelek 10 év, de az hasznomra fog válni, mert úgy alakul, mert az Isten megígérte nekem, hogy így fogja tenni, és így is tette. Úgy gondolod, hogy azokon a dolgokon keresztül kellett menni, meg kellett élni, hogy most az lehess, aki vagy? Mindenképpen, és azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem minden embernek. És azt gondolom, hogy minden nehézség, minden ember életében, azoknak is, akik nem foglalkoznak művészetekkel, egy csiszolódás. És a csiszolódások általában fájnak, mert anélkül nem megy. És hogyha, mit tudom én, lepattintunk egy darab követ, akkor az ott le lesz pattanva, de aztán ott szépen elsimul majd, és valahogy az ember is így működhet. Írj sok szép verset, hogy olvashassunk. Igyekszem, köszönöm. Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!